Változások, drágultak az autópálya matricák, szigorodtak a hitelezés feltételei. Szép világnapja, ingyenes szűrővizsgálatok is voltak a belvárosban. Könyvtári napok, elstartolt az országos rendezvénysorozat. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Számos a mindennapokat érintő változást hozott az október 1-e. Többek között drágultak a heti autópálya matricák, szigorodtak a hitelezés feltételei, az OTP bank pedig kivezette a papír alapú betétkönyveket. Az utolsó negyedévet indító változások közül az egyik, ami rengeteg embert érint, hogy a motorkerékpár kategória kivételével emelkedett a 10 napig érvényes heti autópálya matricák ára. A személyautósoknak 3500, a hétülésesnél nagyobb autót vezetőknek 7000, az autóbusszal közlekedőknek 15500 forintot kell fizetniük. Az áremeléssel egy időben a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT leállítja viszonteladóinál az éves országos e-matrica értékesítést, mivel az év hátralévő részében az autósok már jobban járnak a havi e-matricák vásárlásával. A járművezetőket emiatt a társaság ingyenes e-matrica ütemezővel is segíti. Az online szolgáltatás már az éves változatnál olcsóbb havi jogosultságot kínálja az autósoknak, amelyeket automatikusan aktivál a vásárló által megadott időpontokban. A jövő év 1-től pedig mintegy 5,8%-kal emelkedik majd a fuvarozók által fizetendő EU-díj. A plusz bevétel egy úgynevezett falusi útalapba kerül, ami lehetőséget biztosít arra, hogy a legkevésbé fejlett falusi útszakaszok is fejlődjenek. Október 1-től szigorodtak az adósságfék szabályok a Magyar Nemzeti Bank döntése alapján. Ennek értelmében 5 évnél rövidebb kamatperiódusú forint jelzáloghitelt csak az vehet fel, akinek havi törlesztő részlete nem haladja meg a rendszeres havi nettó jövedelem 25, illetve magasabb jövedelem esetén 30%-át. Október 1-től forgalmazhatják a hitelintézetek a 15 éves kamatperiódusokban rögzített kamatozású, minősített fogyasztóbarát lakáshiteleket. A 3 éves kamatrögzítési hitelek értékesítése viszont megszűnik. Az OTP bank kivezette a papíralapú betétkönyveket. Az ügyfelek a meglévő betétkönyveiket megtarthatják, a bank továbbra is kezeli azokat, újakat nyitni azonban már nem lehet. Aktuális információ, hogy nem folytatja értékesítési tevékenységét az Egon Lakástakarékpénztár ZRT. Még a nyáron fogadta el az országgyűlés az október 1-től hatályos új gyülekezési törvényt. A jogszabály szerint ugyan mindenkinek joga van, hogy engedély vagy meghatározott kivételekkel előzetes bejelentés nélkül békésen, fegyvertelenül másokkal közösen felvonulásokat, tüntetéseket szervezzen, azokon részt vegyen, de a nem közterületnek minősülő helyszínen viszont csak az ingatlan tulajdonos és használó hozzájárulásával szervezhető gyűlés. A hónap elején megkezdte működését a Nemzeti Népegészségügyi Központ, vezetője pedig az országos tiszti főorvos, tehát ismét önálló hivatalként működik majd az egykori tiszti orvosi hivatal. Vasárnap délután 17 óra 8 perckor elindult az első televonat Nyíregyházáról. A MÁV kísérleti jelleges speciális járatot indított a Szabolcsi megyeszékhelyről a fővárosba. Egy Flirt motorvonattal rendkívül kedvező áron, helyi egyváltás kötelezettség nélkül, de garantált ülőhelyen lehet vasárnaponként vasúton utazni Budapestre. A járat csak Debrecenben, majd Kőbánya Kispesten, Zuglóban és a Nyugatiban áll meg. A kényelmes wifivel szerelt szerelvény maximum 400 utast szállít. A televonatra a Nyíregyháza Budapest viszonylaton 2490 forint a jegy ára, amit elektromos jegypénztárban vagy online módon még olcsóbban lehet megváltani. Az első televonatjárat sikernek bizonyult, fél ötre a 400 jegyből már 355-öt értékesített a MÁV, az indulásra pedig teljesen megteltek a kocsik. Ingyenes szűrővizsgálatokkal várták az érdeklődőket a Szép Világnap alkalmából a Kossuth térre. A rendezvény célja a prevencióra való figyelemfelhívás volt. A hagyományos szűrővizsgálatok mellett volt dietetikai, illetve mentálhigiénés tanácsadás, újraélesztési oktatás és gyógytorna bemutató, de a szűrőbuszt is felkereshették a helyszínre érkezők.
2000-ben javasolta a Magyar Szívtársaság, hogy minden év szeptemberének utolsó vasárnapját szenteljék a keringési rendszer központi szervének. Azóta tartják Magyarországon a Szívvilágnapját. Nyíregyházán a Kossuth téren szerveztek szűrővizsgálatokat, és programok is színesítették a napot. Nem mindegy az, hogy hogy kerül be valaki a kórházi körülmények közé, tehát kórházba. Komoly problémával, vagy pedig még egy megelőzendő, esetleg megelőzhető problémával. Ezek a rendezvények ugye figyelemfelhívás, az üzenet a legfőbb, hát hogy mondjam, mondani valója, ugyanis az, hogy ha valaki tudja azt, hogy hogyan kell az egészségére vigyázni, hogyan kell megelőzni valamit, a dohányzás, a mozgás, a stresszmentesség, amelyeket nagyon nehéz kiküszöbölni, mert ez ugye velünk élő dolog, de azt gondolom, hogy ha ez kicsit tudatosan az itt elhangzott tanácsokat betartva éljük az életünket, akkor nagy valószínűséggel kevesebbszer kerülünk be kórházba. Ezek a szűrő napokon egyébként nagyon sokszor meglepetés ér embereket, mert azt gondolják, hogy minden rendben van, aztán még sincs minden rendben. Vagy valaki nagyon kétségbe esik, és rájön, hogy de jó, hát azt a kis aktív életet, amit csináltam, annak megvan egy eredmény, akár egy évvel ezelőtti, hogy mondjam, mérési számhoz hasonlítva. Úgyhogy én azt gondolom, nagyon hasznos, minél több ilyen rendezvényen szeretnénk részt venni. A szív- és érrendszeri halálozás világszerte nagyon magas, megelőző tünetei sokszor nincsenek is. A szűrővizsgálatokat az ismert rizikófaktorok alapján állították össze. Jól ismerünk olyan társbetegségeket, amelyek a szív- és érrendszeri betegségekhez vezetnek, és azt is tudjuk, hogy ezek a betegségek az emberek nagy részénél tünettel, panasszal nem járnak. Éppen ezért fontos az ilyen szűrésen való részvétel, amikor a beteg vérnyomását, pulzusát, a testsúlyát, a testmagasságát, a vércukorértékét mérjük, mondta el a megnyitón dr. Schwab Marianna, a Józsa András Oktatókórház 3-as belgyógyászati osztályának osztályvezető helyettes főorvosa. Leggyakoribb társbetegség és rizikófaktora sajnos a dohányzáson kívül, ami egy életmódbeli, de a betegségek tekintetében a magas vérnyomás. Ma azt is jól tudjuk, hogy a magas vérnyomás betegek körülbelül 50%-a nem is tud róla, hogy magas vérnyomás betegsége van, és még szomorúbb, hogy a tudott ismert betegeknek körülbelül 50%-a van kezelve, és ennek 50%-a van jól kezelve, célértéken. Tehát borzasztó sokat tennivaló, hogy a magas vérnyomásból adódó szívérendszeri eseményeket megelőzzük. A második leggyakoribb betegség, illetve társbetegség az a cukorbetegség. Ma Magyarországon kb. 700 000-re becsülik a cukorbetegek számát, de itt is érvényes az a megállapítás, hogy körülbelül duplája a cukorbetegség előfordulása, csak a betegek nagy része nem tud róla, mert nem nézeti. A tapasztalatok azt támasztják alá, hogy egy-egy ilyen szűrés során a megjelentek 10%-ánál találnak olyan problémát a szakemberek, amely miatt szakrendelésre irányítják. Körülbelül 900 000 fő fordult meg a rendezvényen. Városunk szépkorú polgárát, Hegyi Miklósnét köszöntötték 90. születésnapja alkalmából. Mussó László közgyűlési képviselő és Simai Istvánné a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa, Magyarország kormánya és Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzata emléklapját is átadták az ünnepeltnek. E hét minden napjára több eseményt is kínál a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár az országos könyvtári napok keretében. A könyvtár a családok barátja, a tudás átadás intézménye, az örökség és emlékezet tárhelye azon túl, hogy olvasnivalót kínál, sőt fejleszti az olvasók digitális ismereteit. A könyvtárellátási szolgáltató rendszer jóvoltából 55 bábszínházi előadást, 52 író-olvasó találkozót, mesemondó alkalmakat, ismeretterjesztő és zenei programokat, közel 200 rendezvényt kínál látogatóinak megyeszerte a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Október 1-én a Zenei Világnapon a Kodály Társaság évadnyitó előadásával indult a hét, de a folytatásban figyelnek a szintén ma ünneplő szépkorúak és egyáltalán valamennyi generáció fogadására. Nagyon fontosnak tartom, hogy kiemeltem is, hogy az idősek világnapján figyeljünk az idősekre. Ez a helyiség, ez a gyönyörű infrastruktúra, ugye nem csak könyvet szolgáltat nekik, nem csak a tudást szolgáltatja, hanem közösséget és közösségi teret is ad számukra. De az idősek mellett meg kell szólítanunk a gyermekeket, az ifjúságot és az egészen picikéket is.
Legnagyobb érték lenne, legnagyobb érték az lenne, hogyha családok, hiszen a családok éve van, együtt generációkon átadva ezt az élményt, ezt az igényt tudnának eljönni ebbe a könyvtárba és a rendezvényeket igénybe venni. A családok, illetve a kulturális örökség Európa évében a most negyedszázados nemzeti kulturális alap támogatásával a Családbarát Könyvtár, a Tudásátadás, a Könyvtári Kreatívok, az Olvasósok, az Örökség és Emlékezet, majd a Könyvtári Vasárnap tematikájára szervezett sorozat meg annyi élményt kínál babáknak és mamáknak, kamaszoknak, papírsárkánykészítőknek, szelfizőknek, nyomozóknak, cimboráknak, kardozóknak és sétálóknak, sőt, beindul a könyvtármozés. Könyvtári Informatikai Szövetség indított el egy olyan országos programot, kifejezetten a könyvtárellátási szolgáltató rendszer könyvtárai részére, hogy egy meglévő adatbázisból, NAVA archívumból lehet filmekből, régi filmekből, mesékből, népmesékből, cigánymesékből válogatni, és ezeket le lehet vetíteni ezeken a kistelepülési könyvtárakban, melyek csatlakoztak ehhez a könyvtármozi szolgáltatáshoz. Lesz könyvszereplők felismerése is faggatják a műemlékeket. Szabó Norbert Áron azzal a kajakkal érkezik szerdán a Szabadság térre, mellyel átevezte az Atlanti óceánt, és mesél szép, de veszélyes élményeiről. A könyves vasárnap tánccal és családi vetélkedővel indul, aztán sor kerül a Legek díjátadójára, és megtalálják a nyár könyvfaluját is. Itt lesz Marázi Gabriella gasztroblogger, majd az Amnestia hetet és ingyenes beiratkozást is kínáló eseménysor végén flashmob gyülekező lesz a könyvtár előtti téren. Lukács Sándor Kossuth és Jászai Díjas színművész az Előzött Álom című műsora zárja vasárnap délután az Országos Könyvtári Napok nyíregyházi eseményeit. De szólni kell még arról a két fotóról, melyet Gulyás Emil városvédő adományozott az intézménynek. 1975-ben készítettem a Móricz Dimon megye és városi könyvtárról a felvételt, ez a régi állapotot tükrözi, az új felvételem pedig 2009-ben készült, hát a mostani állapotot tükrözi, nagyon szép körzetben van, új sétányok épültek, füvesítettek, fákat ültettek. Múlt és jelen egységben a könyvtárban, mely túl a hagyományos szolgáltatáson értéket közvetít és inspirációt nyújt, miközben számít a 21. század technikájára. Az Országos Könyvtári Napok részletes programját megtalálják az mzsk.hu weboldalon, illetve a Nyíregyházi Hírportálon. Három különleges tárlat várja majd az érdeklődőket októberben a József András Múzeumban. Mindjárt mondjuk a részleteket, előtte még nézzük a nap további híreit. Közel 5%-kal emelkedett múlt héten a Brent típusú olaj ára, már a 83 dolláros szintet is elérte, a forint is gyengült a dollárral szemben, a gyengülés mértéke szerencsére kevesebb, csupán 1,5%. Így várhatóan ezen a héten emelkednek az üzemanyagárak, az emelés mértéke akár 5-8 forint is lehet literenként. Baleset történt szombat reggel a 36-os számú főútvonalon, a Nyíregyházi várostábla után nem sokkal, egy személygépkocsi vezetője áttért a szemközti sávba, ott a vele szembe haladó szabályosan közlekedő autóval ütközött. Az anyagi kár jelentős, a balesetben senki nem sérült meg, egyelőre vizsgálják a baleset okát és körülményeit. Két személygépkocsi ütközött össze vasárnap a délutáni órákban a Nyár és a Dózsa-György utcák kereszteződésénél. A megyeszékhely hivatásos tűzoltói a járműveket áramtalanították, majd a forgalmi akadály megszüntetésén dolgoztak, a balesetben egy ember sérült meg. Hármas karamból történt vasárnap délután a Törzs és a Szalag utca kereszteződésében, egy sofőr nem adott elsőbséget, ütközött egy másik autóval, amelyet neki csapott egy harmadik személygépkocsinak. Baleset történt hétfő reggel Nyírpazony külterületén a 4-es számú főútvonalon, egy személygépkocsi vezetője fékezett, mert a forgalmi sávjában vele szemben egy másik gépkocsi előzött, és hogy ne ütközzön vele, félrerántotta a kormányt, így az útszéli árokba hajtott, majd fölborult. A vétlen jármű sofőrjét kórházba szállították a mentők. A bankjegyekre írt lengyel-magyar történelemmel is megismerkedhetnek azok, akik októberben ellátogatnak a József András Múzeumba. A Pécs történeti kiállítás mellett többek között az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit is felidézik, valamint újra elindítják a Restaurátorok műhely titkai című előadásokkal színesített tárlatot.
Kelet-Magyarország legrégebbi közművelődési és tudományos intézménye az 1868. december 1-én életre hívott, s 1918 őszétől az alapító József András nevét viselő megyei hatókörű városi múzeum. A 150 éves jubiláló intézmény újabb különleges programokat, kiállításokat szervez. A 150 év az nagyon dús számunkra programokban, rendezvényekben, és úgy gondoltuk, hogy október első felét is szeretnénk a látogatók számára vonzóvá tenni. Három kiállítással akarunk kedveskedni mindenkinek, nyíregyháziaknak, a megyében lakóknak. Október 9-től immár harmadik alkalommal várja majd az érdeklődőket a Restaurátorok műhely titkai című kiállítás. Idén frissen végzett restaurátor hallgatók diplomamunkáit tekinthetik majd meg a József András Múzeumban. Az érdeklődők előadásokon is részt vehetnek, valamint a restaurálás munkafolyamataival ismerkedhetnek meg. 15 műtárgy lesz kiállítva most, és ezekből egészen a római kori vánkosív borításon keresztül, ami a második századból való, az 1960-as években készült lottófiguráig megjelenik majd a kiállításon, ami a budapesti lottóáruháznak a fényreklámjának egy részlete, de ezen kívül lesz még két pár baroknői cipő, lesz még egy kis házipatika szekrény, aztán egy darabon tiszti őrsisak a Magyar Nemzeti Múzeumból. Októberben több lengyel-magyar tárlatot is megtekinthetnek majd az érdeklődők a múzeumban. Az egyik kiállítás október 12-től az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit is felidézi. 1848-49-ben több mint 4000 lengyel harcolt a magyar szabadság ügyért, köztük olyan híres személyiség, mint Bem, vagy Dembinski, vagy éppen Wolinski herceg, vagy éppen Rulikovszki kapitány, tehát minden szinten volt lengyel a magyar szabadságharcban, mint egy 200-an kaptak különböző vitézségi érmeket is, tehát ez a közös múlt, ez még jobban elmélyíti a két nép barátságát, és mi ezért fogadtuk örömmel, és visszük tovább ezt a kiállítást Magyarországon, és aztán majd valamikor vissza Lengyelországba is. A bankjegyekre írt Lengyel-Magyar Történelem című kiállítást október 3-án nyitják majd meg. Szerdán délelőtt fog megnyílni a kiállítás, és ez egy a lengyelekkel közös koprodukció, tehát a Lengyel Nemzeti Bank és a Magyar Nemzeti Banknak egy közös projektje, amelyben a magyar és a lengyel pénzeket mutatjuk be a gyerekeknek, és ez nem csak egy kiállítás, nagyon fontos hangsúlyozni, hanem múzeumpedagógiai foglalkozás is kapcsolódik hozzá, és az első 500 gyerek, aki bejön erre a foglalkozásra, egy nagyon szép ajándékcsomagot is kap mellé. A pénztörténeti kiállítás november végéig tekinthető majd meg. Döntetlent játszott a férfi kézilabda NB1B-ben a nyíregyházi KC. A mieink a Mize ellen játszottak izgalmas meccset. A női röplabdások a héten kezdik a bajnokságot, és szurkolói ankétot tartott a klub. A nemzetközi sorozatban szeretnénk egy kört menni, a magyar bajnokságban és a kupában pedig éremszerzés a cél. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a szurkolói ankétot Kós Árpád kabinetvezető. A Fátum Nyíregyháza a bajnoki rajt előtt a Continental Arénába invitálta a drukkereket, akik szép számban jelentek meg a sportcsarnokban. A csapat csütörtökön este a Jászberény ellen kezdi a bajnokságot. Ez a szezon azért látni kell, hogy sokkal kiegyenlítettebb lesz, mint az előző szezon volt. Úgyhogy épp ma beszéltük kollégákkal, hogy nagyon fontos az, hogy az ember a hazai mérkőzéseket lehozza, és utána idegenben mi úgy gondoljuk, hogy az fog dönteni a helyezések sorrendjéről, hogy idegenből ki mennyi pontocskát tud elcsípni. Több új játékos is érkezett a nyári szünetben, erről már Kőhalmi Rihárd, a Sportcentrum ügyvezetője beszélt, aki arra is kitért, hogy a szövetség szabályainak értelmében két magyarnak mindig pályán kell lennie, Ancsin Kitti bízik a sikeres szezonban. Úgy érzem, hogy az elejéhez képest nagyon-nagyon nagyot léptünk egyébként előre. Nyilvánvalóan van még mit csiszolni a csapaton, ugye a játékében megismerni jobban egymást, de szerintem jó úton haladunk, és szerintem hétről hétre jobban fogunk tudni majd játszani. Ezek az edzőmérkőzések, vagy amilyen tornákon voltunk, szerintem ez volt a legnagyobb segítség a felkészülésben nekünk. A csütörtöki meccs 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. Két vereség után győzelmi kényszerrel lépett pályára a Mize KC ellen a Nyíregyháza a férfi kézilabda NB1B-ben.
A mieink rosszul kezdtek, de 0-3 után sikerült egyenlíteni, majd a vezetést is átvette az NKC. Az első félidő hajrájában már 5-tel is ment Bécsi János együttese, és úgy tűnt, biztosan megszületik az első siker. A meccs hajrája aztán nagyon izgalmasan alakult, és egy jó védekezés után az utolsó percben a győzelem bebiztosításáért támadhattak a mieink. Amikor egy kintről szabálytalannak tűnő eset után szabaddobás helyett lépéshibát ítéltek a játékvezetők, majd az ellentámadásnál Olá Zoltán parádésan védett egy zicser, de hetest adtak a Sporik. Ezt Benke értékesítette, majd másodpercekkel a vége előtt a középkezdés után Szűcs távolról lőtt fölé, így 26-26-os döntetlen lett a vége. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Számos a mindennapokat érintő változást hozott az október 1-je. Többek között drágultak a heti autópálya matricák, szigorodtak a hitelezés feltételei. Ingyenes szűrővizsgálatokkal várták az érdeklődőket a Szép Világnap alkalmából a Kossuth térre. A rendezvény célja a prevencióra való figyelemfelhívás volt. A hagyományos szűrővizsgálatok mellett volt dietetikai, illetve mentálhigiénés tanácsadás, újraélesztési oktatás és gyógytorna bemutató. E hét minden napjára több eseményt is kínál a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtára az országos könyvtári napok keretében. A könyvtára a családok barátja, a tudás átadás intézménye, az örökség és emlékezet tárhelye azon túl, hogy olvasnivalót kínál, sőt fejleszti az olvasók digitális ismereteit. A nyíregyházi televízió híradóját látták. Rögtön jön az időjárás jelentés. Friss hírekkel pedig holnap is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!